31. fejezet. Az igazság. Covenant úr nem sokkal azelőtt parkolta el kocsiját a Villargó udvarán. Végbe ment a kerekapun, és egyenesen a Storkis háza felé vette az irányt. Látta, hogy oda bent égnek a lámpák, felment a lépcsőn, és izgatottan bezörgetett. Az ajtó Leonard minek szó, a világító torony őre nyitotta ki. Fehér törő közébe burkózott, csapzott haja a homlokába lógott. Látta, nem mit kerese itt? Kérdezte Richten. Ezt én is megkérdezhetném tőled? Aztól nincs itt. A világó kertészel előbíceket Leonard háta mögül. Árik, te vagy az, gyere csak bejebb, éppen Leonarddal beszélgettünk. Intett Leonardnak, hogy álljon odébb az ajtóból, és helyre kínálta az ifjú Bennert. És érzem meg, Julia? Bementek, felelte Rick keményen. Nestor hangjában volt valami különös. Hogyan? Elsápadt. Ilyenkor, szüleik észre fogják venni. És nincsenek egyedül. Ezzel meg mit akarsz mondani? Nestor remegő kézzel egy széket húzott magához, és leragyott. Közben Leonard lassan odaépett Rick mellé. A falja mosdókagylónak támaszkodott és így szólt. Izzadt vagy. Futottam, zárta röviden ezt Rick a társalgás kettőjük között, és ismét Nestorhoz fordult. Szemében reménytelen gyűlölet izzott. Igen, tudod asszonytól. Ott van Noblihe és Manfred is. Nestor eltartotta a száját, majd újra becsukta. Olyan erősen markolta a térdét, hogy elfehérettek az ujjai. Itt voltak a házban, megleptek minket hátulról, és kényszerítettek, hogy menjünk be az időkapun. A vén kertész egyre csak a fejét rázta, de egy szót sem tudott kinyögni. Leon áldökkel a mosdóra csapott. Ez nagyon nem hiányzott, de hogy juthattak a házba? Ezt mi sem tudjuk. Nem, te nem voltál végül kertben, folytatta Leonard. És nem volt itthon az édesanyjuk is? A fodrászlány, kiáltott hirtelen Nestor, mindkettőjük felé fordulva. A fodrászlányjal jöttek be, a lánynak a felében milyen hülye vagyok, volt egy segédje. Manfred, tippelt Rick. Oblivia pedig, gondolom, a kocsiban bújt el. Én meg nem is gondoltam rá, hogy ellenőriznem kéne. Majd megint Rickhez fordult. De te akkor hogy kerülsz ide? Eléptem. Bementem az egyik folyosón, ami a halálba vezet. Na és Jason és Julia? Nem tudom. Azt hiszem, leérték a metiszt. És nem tudom. Nestor felállt, az ablakhoz lépett, és a villargó fényeit nézte. Figyelmeztetnünk az szüleiteket. Rick várt pár percig, hát ha két felnőtt mond valamit, de miután továbbra is hallgatott mindenki, így szólt. Ti ugye jól tudjátok, mi van a barlang, mi van a szikla alatt. Tudtok mindent a barlangról, az örök ifjúság vonatáról, a föld alatti járatokról, ugye? Ismét a befejezetés, ugye? Nem? És semmi válasz. Mint ahogy azt is tudjátok, merre jutottam ki. Nem igaz? Tudjátok? Átmentél a hídon? Kérdezte a Lunarinak szó. Igen, válaszolta Rick, és láttam a világokat. A két férfi hosszú, aggodalmas pillantást váltott egymással. Kivitte oda. Csend. Melyik kötök Ulisses Moore? Rick, mondta halkan Leonard, talán folytatta. Nem, most már elég. Most már meg kell tudnom mindent. Rájöttem, hogy az édesapja Velencében élt, hogy lehetővé tegye Penelope házasságát. Rájöttem, hogy Penelope sírja üres, mint ahogy Ulisses-i is. Miért? Elárulnátok? Nestor odébb ment pár lépést, lehajolt és a divány alól előhúzott egy összetekelt régi képvásznat. Julia odabent van Obliviával, folytatta akadozó Rick. És Jason is. Nem tudom, mit tegyek. Most már semmit nem tudok. Ha felszálltak a hajóra, akkor már nincs lehetőség utánok menni, szólalt meg Leonard, Nestorhoz fordulva. Jó, tudom. Rick könnyes szemmel nézett az öreg kertészre. Melyik őtök Ulisses Moore? Kérdezte megint. Nestor oda biceget hozzá, és szó nélkül kitekelte a képet. Rick megnézte a festményen lévő arcképet, a válaszon elszakadt, és később újra összevarták. Készfejével letörölte a könnyeit. Ez a kép hiányzik a lépcsőfeljáróból? Igen, válaszolta Leonard mindnek szó. Rick ujjával letűzte ki a képe alján látható feliratot. Ulisses Moore. Tehát te vagy az? Suttogta. Ebben a másodpercben valaki hangosan zörgetett a kis ház ajtaján. Nestor összetekerte a képet, és Leonardot nézett, aki az ajtóhoz sietett. Alvaro Fed volt az. Hé, Fed, kiáltotta az óriás. Hát téged mi szél hozott? Üzenetet hoztam Nestornak, mutogta. Egy üzenetet Nestornak. Üzenet? Kérdezte Leonard. Mégis honnan és kitől? Peter Dedalus-tól, kiáltotta a vajáról Fred, és meglobogtatta a kezében tartott, frissen nyomtatott lapot. Folytatjuk.